Srácok, üdv mindenkinek itt, Nessai, és folytatjuk tovább a Babatunde NDD kalandjait az EA Sports FC 24 menedzser karrier módjában, méghozzá vágatlanul, úgyhogy nem kell nagyon magamra erőltessem itt a feszes youtuber tempót. Az volt a terv, hogy így az év utolsó Babatunde NDD adása, az kerüljön föl teljes egészében. Sokan nagyon szeretik így ezt a formátumot, úgyhogy gondoltam, hogy néha-néha belefér, meg addig Félix tud dolgozni az évzáró Five Nights at Freddy's montázson, és egyébként teljesen véletlenül volt összefüggésben, hogy az előző NDD videó alatt a top kommentek mind azt kérték, hogy legyen vágatlan epizód, úgyhogy így a teljes csillagállás összejött arra, hogy hát most az élő adást vágatlanul meg tudjátok tekinteni. Amúgy is itt a karácsonyi hétvégén fog ez kikerülni a YouTube-ra, úgyhogy kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt így ezúton is mindenkinek. Most már annyi platformon meg csatornán jelen vagyok, hogy így félek, hogy valahol nem köszönöm meg a figyelmeteket egész évre, meg nem kívánok kellemes ünnepeket, de igyekszem, úgyhogy remélem, hogy ez a hosszú adás így jó kis háttérzaj lesz majd azoknak, akik éppen a fát díszítik, vagy veszekednek otthon a családjukkal, de ne legyetek ilyenek, Babatunde NDD is a szeretet, az összetartás, a család és a klubcentrikusság fontosságát hangsúlyozza, úgyhogy legyetek türelmesek a családotokkal ti is, miközben ezt a csodálatos embert látjátok és hallgatjátok tevékenykedni. Szóval, ott hagytuk abba, hogy január van, megkezdődött a téli átigazolási szezon, úgyhogy kicsit itt fogunk a menüben jobbra-balra nézegelődni, megnézzük, mennyi pénzünk van, akarunk-e igazolni, de hát nyilván próbálok mérkőzéseket is játszani bőven, mert hát tudom, hogy sokan csak arra vagytok kíváncsiak, de hát legalább YouTube-on lehet tekerni, aki itt van Twitch-en élőben, azzal annak ez egy fokkal nehezebb lesz, de előre megnyitjuk itt szépen a kalendárt, és akkor megnézzük, hogy milyen meccsekre lehet majd számítani. Ami mindenképpen jó dolog, srácok, az, hogy egy jó kis kupa meccsel fogunk kezdeni. FA kupa, ugye ha jól emlékszem, a Liga kupából kizúgtunk, tehát hogy ott voltak problémák, de lehet, hogy rosszul emlékszed, de igen, úgyhogy az FA kupa maradt nekünk, úgyhogy itt a Blackburn ellen majd kell bizonyítani. Hát szerintem ezt a Burnley elleni, meg ezt a Brighton elleni bajnokit is majd rábízhatjuk Pinyőre, meg a highlightokra. Egy jó Newcastle ellenit, azt le kéne játszani, a Sheffield ellen szintén mehetne egy szimuláció Royal, és akkor meglátjuk, hogy itt a United-Liverpool meccsekre marad a idő legalább az egyikre így lejátszani, úgyhogy azért vannak itt nagy találkozók, meglátjuk majd, és hát ugye ne felejtsük el, kedves nézők, drága szoponcok, apacs helikopterek és pingvinek, hogy ugye Babatunde NDD ismét a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett, de hát az még odébb van, mert ugye a nyári németországi Európa-bajnokságon kell majd ott bemutatkozni a mindenki kedvencének. Én viszont lassan nem kapok levegőt, annyit beszélek megállás nélkül, de hát sokan ezért szeretik, hogyha vágatlan az adás, mert ezt lehet hallgatni. Nézzük át a csapatunkat, jó? Én azt gondolom, hogy kezdjük ezzel, és nyilvánvalóan, akik itt vannak így élőben is, lehet majd beszélgetni itt kötetlen futball témákról, mert belefér így, hogy vágatlan lesz az adás, hogy kicsit sztorizgassunk, kivéve azt, hogy hol van a Manchester United a BL-ben. Ők most nyaralnak, előrengedték a többieket, nem, túl nagy a terhelés, soka sérült, így el lett engedve tudatosan. Tehát, hogy direkt volt, igen, kopasz megoldja, de a Liverpool elleni buszparkolással ki tudja, ő lehet az új Mourinho. Tehát Ten Hag még nem találta meg önmagát, de még lehetünk mi az új Park the Bus csapat, szóval bármi lehet. Na, srácok, mi a helyzet a csapattal? Nekem egy ilyen fájó pontom van, amit így szeretnék módosítani, nem tudom, mi a véleményetek, hát nem leszek népszerű, de az öreg Gulácsi, nem, én nagyon szeretem a Petit, de az öreg Gulácsi egy kicsit így hát alul teljesített. Tehát, hogyha valahova szeretnék így télen igazolni, az lehet a kapusposzt lenne. Tehát egy jó Gulácsi Onana upgrade, az lehet, hogy nagyot menne, nem tudom. A Teles Davis balszárny az oké, okay. A védőink egyébként rendben vannak. Egyébként Gatti meglepően jó játszott. Tehát, hogy ő kiemelkedő volt, szerintem mindig a B csapatban, ő nagyon jól nyomta. Trippier, Neco Williams, oké. Okay.
Calvin Phillips így, hát meg így sittestünk, de Ndidi is meh. Hát, hogy majd szűrő középpályás, az kéne egy basszó, de szerintem azt nem télen fogjuk így beizzítani. Hát Eberechi Eze is amúgy sokkal gyengébben játszik, mint én azt gondoltam. Tehát nem igazán sikerült vele. A támadó szekciókat nem bántanám. Egyébként a csapat legjobbja szerintem eddig így fél év után az IFC-ben az Anthony volt. Tehát a kis kopter mente a legnagyobbakat. Megnézhetjük a statokat, mondom én, csak ugye itt most az FA Kupa statokat mutatja, de hogy kb. Anthony volt a legjobb játékosunk így fél év alatt. Az öreg Fergusonnak még fejlődni kell, hát nyilván Morata az meg Morata. Úgyhogy amúgy lehet, hogy csak kapust igazolnék. Tudom, hogy átigazolási időszakban mindig az a trend, hogy hát vegyünk sok játékost, mert nyilván az izgalmas, de hát ez még csak egy téli. És azt mondja, hogy van 69 millió euró büdzsénk. Azért abból lehet a tejbe aprítani egy kis műzlit, 70 millió euróból. Már hogyha ez az átigazolási keret. Egy jó zsíru a kapuba egyébként nagyot menne. Ebbe igazatok van. Ezt kell nézzem, ugye? Hol az az átigazolási keretem? Hogy sose igazodok ki, tudjátok. Amúgy egy jó dehá jöhetne, de nincs benne a játékba, azt hiszem, azt mondtátok. Egyelőre kezdjük ott, hogy Gulácsit rátesszük az átadóra. Szeretném kérni a Twitch chat áldását, hogy ezt megtehessem, és elnézést kérek Gulától. Miért nem lehet átadóra tenni? Nem lehet átadóra tenni, azért, mert most igazoltam. Vagy ez hogy? Ha, halló? Mi az 1,7? Nem lehet átadóra tenni? De azért, mert most vettük, és fél év alatt nem lehet. Az mi, petkány? Na nézd meg, Gula lázadozik. Jó van. Hát akkor Max nem fog játszani, az is egy lehetőség. Az a baj, hogy a mentést évelején kezdtük, mármint hogy a megjelenéskor szezon elején, de hogy Dehea nincs benne a játékban. Pedig nagy mém lenne, én adnám, hogy Deheát megvegyük, de nincs benne. Na jó, jöhetnek a javaslat. Amúgy én Onanára gondoltam, de lehet, hogy unjátok. Tehát ha van jobb ajánlat, akkor mehet. De hogy tavaly ugye Martínez védett, nem volt tavaly Onanánk, nem? Tehát, hogy amúgy egész rég volt Onana. Mert tavaly Emiliano kupa szeretgető volt. Pope? Miért lett ekkora? Miért megy ekkorát Pope a chatben? Amúgy rohadt jó kapus Pope, de hogy történt valami, ami miatt, tehát van valami mém, vagy csak azért, mert tényleg jó kapus nagyon? Vagy egyébként meta a FIFA-ban? Mert amúgy az öreg pápa jó kapus nagyon, tehát a Newcastle-ben nagyot megy. Csak nem tudom, hogy volt-e valami mém, amiről lemaradtam. Olcsó és jó. Aha. Egyébként lehetne. Igen, a mennyém a Milánból, ő is jó kapus. Naplopó Neuer? Bolon Neuer? Nem. Amúgy megnézhetjük Pópot. Csak akkor megint azt fogjátok mondani, hogy megint Premier League bias van, és megint csak onnan igazolok. Az öreg pápa, Nick Pope, 31 éves már? Hát nézd meg, ez már öreg, kifele megy. Azért lehet ránézek egy Onanára. Az a baj, hogy annyira szeret, úgy a szívemhez nőtt Onana. Hát, hogy valójában Onana nagyobb sztár volt már a Nessai FC és Ndidi által, mint hogy bármi lett volna. Tehát, hogy nehéz Onanát elengedjem. És amúgy 52 millió az értéke. Nehéz nekem elengedni Onanát. Hát szeretem, hát egy ikon. Gyakorlatilag. Az a problémám ezzel. Lehet keresni ilyet, hogy átadó listára tett játékosok vannak-e? Release clause. Nem, transfer listed. Csak egy kíváncsiságból, hogy nézzük már meg. Martial átadó listán van a United-ben. Hát ez hogy lehet? Amúgy az öreg Martial is. A jó Martial Morata csere amúgy nagyot megy. Azért figyeljük meg az öreg Marciálist. Szerződése is lejár amúgy. CJ Hamilton. Elnézést, tündérhapci. Sigér Dávid átadó listán. Nem lehet valahogy rákeresni, hogy ne a sok
Újjaj, majdnem csúnyát mondtam, tehát hogy ilyen releváns bajnokságokból mutassa a játékokat? Igen, ezt akartam mondani. Mark Gillespie. Mennyi sztár itt folyamatosan felsorolva? Fantasztikus. Adebayo Rolling. Wufei. Ez egy fantasztikus, fantasztikus névsort láthattunk itt. Kamavinga meg Zsíru a kapuba. Egyébként az tévedhetetlen és támadhatatlan ötlet. Na jó, ráraktuk őket a megfigyelési listára. Még le kell őket scoutolni? Nem. A 26 millióért az öreg Póp, és 66 millióért Onana. Amúgy. Nem tudom. Nem lehet kihagyni. Hát ő az. Hát most nézzetek a szemébe. Hát leépítik a Unitedbe szegény embert, vissza kell hozzuk őt. Hát nem a Nessai FC nem Nessai FC Onana nélkül. Dír. Na gyere kicsi. Azt mondja player swap, Gulácsi, és akkor adunk érte, igyelj, gáláns vagyok. Tehát a Unitednek megy a pénz, gáláns vagyok. 55 millió 420 ezer. Abban a pillanatban Debrői. Parancsolját, Ten Hag, mondjad, hogy mi van. És ott is van! Ott is van. Milyen érdekes, hogy nem kellett győzködni a Unitedet, hogy eladják onnan. Hát, valahogy nagyon gyorsan belementek. Érdekes. Nem tudom, hogy miért, de egyből rábólintottak az üzletre. Tárgyaljunk. Gyere kicsi. Gyere haza. Kruciális. Hát nélküled nincs élet itt. Kruciális vagy. 4 éves szerződés. Nagyon jó. Semmi release clause nincsen. És nézd meg, ott a fizetési igény, mindenbe, megadom, hát egy klubikorról van szó, nem vitatkozunk, hölgyeim és uraim! Hatalmas erősítés a Nessai FC-ben, a téli átigazolási szezon sztár igazolása, André Onana elmegy, és adtunk egy jó kapust a Unitednek, mindenki jól járt. Én azt gondolom, hogy ezzel az üzlettel mindenki jól járt. Gyönyörű. Oké. Very good deal. Amúgy, ha valakinek lejár a szerződése, már ki se tudom vásárolni. Mert hogy itt van Martial, akinek lejár a szerződése, de hogy csak directly approach van. Hát hogy egyébként nem tudom azt mondani, hogy itt van 10 millió, és menjen. Bár amúgy rosszabbak a statjai Moratánál, úgyhogy nem fogjuk megvenni, ez csak ilyen érdekesség, kíváncsiság volt, hogy öprósú szájn van azonnal. Majd nyáron megkapod. Hát nyilván, de a szerződést ajánlok, akkor ingyen jön nyáron, de hogy van olyan a Bosman szabály ellenére, hogy valakit leigazolnak 6 hónappal a lejárat előtt. Tényleg amúgy Ronaldo van? Nem fogjuk megvenni az öreg CR42-t, de van Ronaldo, ugye? Ott van. Az öreg Cristiano ott van. 85-ös stat. Azért shortlistre rakjuk. Sose lehet tudni, hogy mikor kell az öreg Ronaldo. Jó. Akkor Onana megvan, és igazából ez volt az átigazolásunk lényege. Úgyhogy egy picit pörgetjük az időt. Tárgyalunk tovább. Ott van. Érkezik. Nézd meg. Higgadt elegancia. André Onana. Tudja, hogy hova jött. Kalandozott, begyűjtötte a nagy lóvét a Unitedban. Kicsit mémelte, kicsit szivatta a csapatot. És itt van. És már most kőkeményen készül. Gyúros tetyákkal összebarátkozott a gymbe. És megmutatja nekik, hogy hogy van ez. Oda néz, a 25-ös messzám, azt azonnal lecseréljük. Hát ő lesz a number one. Onana, kicsit feszítsél rá. Ott van a Nessai FC, ez ugye hát a shopban már kapható, a shopban már lehet venni. Én úgy érzem, hogy a Nessai FC kapusmezek eladásai most ugrottak meg igazán. Tehát, hogy így karácsony előtt mindenki berendeli a,
az egyes számú meszt. André Jónánál a csapatnál. Itt number egyes legyen. Abban a pillanatban. Onana egy gyönyörű, csodálatos. Na, azt kell még megnézzük, hogy ugye eltelt egy év, mármint hogy ez ugye nem igaz, de hogy évet váltottunk, és hogy az ifi csapatból föl tudjuk-e hozni most már a kicsiket. Nem. Még mindig 15 éves a gyúrós kapusom, úgyhogy őt nem lehet. A többiek meg ugye ilyen futottak még kategória egyelőre. Bár itt Varga Szilárd, azért itt küzd kőkemény potenciállal, de hát az esélytelen. Még itt Imad Abdullából, meg Vargából, hát még nem tudom, hogy lesznek-e belőlük valakik, de meglátjuk. Szilárd komolyabb, de a svéd gyúrós kapust már kinéztük harmadik számúnak, úgyhogy abban nem ismerünk tréfát. Mi a helyzet az edzőkkel? Beszélgessünk erről, mert erről se beszélgettünk amúgy egy éve már, srácok. Hát fixálták azt, hogy kikressel a játék, vagy nem? Ezt valaki tudja, mert évelején, mikor elkezdődött a játék, itt a szeptembert értem, akkor mondtátok, hogy itt brutális kifagyások vannak, hogyha próbálod az edzőket javítani, vagy cserélni. Marcel azt írja, hogy javították. Megnézzük. Mi volt ez? Central Team Strategy. És akkor a gegenpressing, az very gegenpressing, az oké. Okay. Coach Management. És akkor itt mi volt, hogy itt igen, de már nem lehet több edzőm, igen. Viszont generál újakat, tehát azt mondom, hogy a három csillagosat, azt release-elem. Igen. És akkor kellene nekünk egy jobb. Ott van az öt csillagos-e, bám! Azt durrancsad? Ott durran is. Hajár. Yes, hajár. Hülye vagy, még így is csak 19-en vagyunk a 22-ből. Ezt hogy lehet megcsinálni? Hát nincs több hely. De most komolyan, tehát van valaki egyébként, aki foglalkozik ezzel, aki karriermódozik? 22 csillag kéne, de nincs több hely az edzői stábba. Tehát egy who the fuck, ahogy az angol mondja. Mindegyik 5 csillagos. Jó, nem, van egy 4 csillagosom. Durva. Magnusson, igen, hát a midfieldbe is nagyon gyengék vagyunk. Tehát valahogy lehet növelni a staff kapacitást, hogyha így jobb lesz a csapat vajon? Azt tudom elképzelni egyébként egyedül. Hát itt egy 4 csillagos edzőt így generált. 3-at. Ők nyilván nem a megfelelő taktikai izébe vannak. Hát megvesszük őt, tehát jobb, mint a 3 csillagos. El vagyunk nagyon itt ellátva azért. Jó edzőkkel, azt a szomorú dolgot kell meglássam. Igen, amúgy papíron ez izgalmas az edzői rendszer, de hogy így valójában semmit nem ad hozzá a játékhoz. Nem akarom elvenni a kedvét senkinek, mert jó ez az edzőválogatás, de valójában nem történik semmi, azt kell észrevegyem. Nyilván ki lehetne venni egy kapus edzőt, és akkor azt átrakni máshova, de hogy a matematika sehogy nem jön ki. Hogy az igazság, hogy no way. Attackingba még van 4 csillagos, még középpályán is, defbe is, meg még van 4 csillagos kapusedző. Még az egyik kapusedzőmet lecserélem. Még fél év alatt nem generált nagy sztárokat, de van pénz ló... Nem, az egy csillagosat. Van pénz lóvére, azért az NDD család megoldotta, hogy ebből ne legyen gond. Lehet, hogy jobban oda kéne figyelnem, hogy ilyen gegenpressinges edzőket vegyek fel, de hát tudja a fene. Jó! Kicsit följebb jöttünk csillagokba. Hát örüljünk annak, ami van. A kapus edzés az fasza. A többinél még vannak gondok. Hát gondolom majd, ha minden meg lesz, akkor gyorsabban fejlődnek a játékosaink. Na mi a helyzet a bejövő levelekkel? Gulácsi írt egy búcsúlevelet, hogy kap be léptem csá. A többi az rendben van. Még Onanának be kell állítani gyorsan az edzéstervét, és utána szárnyalhatunk is a mérkőzésekkel. Azt mondja, hogy Onana development, és hát a weak footját fejlesszük a gyengébbik lábát az öreg Onanának. Jó. Illetve meg kell néznünk azt, hogy team management, ez itt jó.
Team Sheet. És ugye itt a B csapatnál van, hogy Konénak kell egy CDM poszt, vagy egy CM poszt, és ő még azt fejleszti, meg valami szélsővédő gondunk is volt, de azt már, hogyha jól látom, akkor megoldottuk. Azt hol tudom megnézni, hogy ez most milyen poszt, ami játszik? Most RB játszanak, ugye? Már nem emlékszem, hogy mit állítottunk be a taktikába. De azt mondja, hogy igen, ja, Trippier megcsinálta. Ez az, tudtam én, hogy van itt development, amit állítanunk kell. Trippiernek a defensive work rate-jét fejlesztjük. Nico Williams is megcsinálta a pozícióváltást, neki is a defensive work rate-jét fejlesztjük. De ezzel, igen. Meg Trippiernek is a defensive wideback az jobban jön most nekünk. Jó. És akkor itt Koné még tanulja a védekező középpályást. A többiek meg rendben vannak. Jó! Na rendbe raktuk a tímet, srácok. Kiváló. Jó. Mentünk egyet, és akkor következhetnek a mérkőzések, amire mindenki vár. Bloodbird, nagyon szépen köszi a támogatást. Bobó, Szumós, Ákos, Nendragon, Soja, Micóka, Protein Malac. Nagyon-nagyon köszi, srácok. Irány az FA Kupa találkozó. Jó, hát vannak, akik elmentek az ifi csapatból, nem tetszett nekik a levegő, meg a légkondi is beszart. Onnan a messzámot megcsináltuk, tetyáim. Hát hol voltatok, alszotok? Áttekertétek, mi? Gondoltam én. Jó van, Gatti, örülök, hogy játszani szeretnél, ez mindenféleképpen egy jó dolog. De most rá kell térjünk a hotban lényegére. Match day! Yes! Nem tréningezünk, mert a kickoff. Na jó. Hát amúgy az ilyen meccsekre beszoktuk vetni a B csapatot, de hogy illene tovább jutni az FA kupába. Mit mondtok? A vagy B csapat? Döntsön a chat. Döntsön élőben a chat. A YouTube nézők emiatt majd őket okolhatják. Blackburn Rovers ellen játszunk. Sokadosztályú csapat. Belefér-e a B csapat? A legtöbb ember azt mondja, hogy belefér a B csapat. Onana még nem mutatkozik be, akkor még aklimatizálódik, jó? B csapat lesz akkor, srácok. Hú, de éles a B csapat, látjátok a kis gyémántokat? Oké, eldöntetett, srácok. Blackburn Rovers, Nessai FC az FA kupában pereg. Ajaj. Ott jönnek a hazaiak, az Ivy Lane-en. Nagyon készülnek. Nézd meg, hogy tudja patogtatni a kapus a labdát. Hát nem ma kezdte. Nézd meg, neki még ilyen hajráfia is van. Az a jó focisták ismérve. Vigyáznunk kell. És a csapatok már a pályán. Ők is próbáltak ilyen dobos vendégmunkásokat hozni. De kemény kígyó Sámánnak a hangulatkeltőit nem tudják felülmúlni. Hölgyeim és uraim, kezdődjön a mai első mérkőzés. Hajrá, Nessai FC! Csak az 5-0. Lássuk, mire képes a B csapat. Smodics. Megkezdik a hazaiak a labda előre vitelét, de ezt hamar meg is el is rontják. Mudrik be középre. Sittes Tünde Ndidi, a B csapat kapitánya. Ferguson. Adama Traoré frissen érkezett a gymből, sajnos még kicsit be vannak feszülve az izmai, de kiváló a visszatámadás, és ebből helyzet lehet, önzetlen a passz! Ferguson lő. Kicsit elteketóriáztuk ezt a lehetőséget, nem mert lőni Adama Traoré, és les! Nézd meg! A pocakja belógott Evan Fergusonnak, sok volt a lekváros kenyér alvás után, és belógott a hasa. Marad a 0-0, nagy helyzet volt, kicsit eltöketlenkedtük, de 5 perc után gól nélküli egál itt az Emirates FA kupában. De lendületesen kezd a B csapat, úgyhogy látunk ennél már rosszabbat. Gyönyörű felhőfejes Manu Konétól, ifjabb Lisztes ki a szélre, Onana, Adama Traoré, Lisztes. Szépen ki a szélre, Mudrik egy csellel befelé.
Szépen blokkol a védelem. Hedges megy a deep pressing, gegenpressing. Megint gyorsan visszaszereztük a labdát. Ügyesen mozog ki üresbe Manu Koné. Aktívan vesz részt a játékban. Sittes tünde. A felpattanó labdát lőni kell. Közel volt a blokk. Gatti próbálja meg megállítani a kontrát, de marad a labda a hazaiaknál. Néko Williams, és megint gyönyörű a bogyó megszerzése. Lisztes! Traoréhoz ki a szélre. Traoré lő! Ismét bele a blokkba. Fölhúzta a falat, és leparkolta a buszt. A Blackburn Rovers együttese. 11 perc telik el a mérkőzésből, és egy ígéretes kontra kibontakozóban Smodics. Jó a passz középre. Manu Koné! Micsoda becsúszással! És kontraindul a túloldalon. Ifjabb Lisztes gyújtja be a rakétákat, és kiválóan tálal középre. Mi van? Sporesco. Miközben egy friss átigazolási hír. Madsen igazolta le a PSG a Chelsea-ből. Mi volt itt? Les? Hát hogy lett volna les? Miről beszélünk? Na jó. Egyed óra, és a játékvezető már most szerem van. Lisztes. Manu Koné, Gatti, gyönyörű a meglátás, nézd meg a kis Mudrik begyorsul, és jó a passz, gyönyörű! Ferguson lövi meg az első gólt, teljesen behúzódott a Blackburn Rovers védelme a kapu elé, és simán fölpasszoltuk a labdát egy közeli lövéshez, kihasználtuk a taktikai pontatlanságot, és a kedvenc jól lakott óvodásunk, a kis 18 éves középcsatár, Evan Ferguson a gólszerző, ez valami botrány védekezés a Blackburntől, mi szoktunk ilyeneket csinálni. Lefordul a kicsi, Manu Koné ott még lesen zavarja a kapust, de a scriptet ez nem zavarja, 1-0-ra vezet. Idegenben a Nessai FC. Na ilyenkor kell figyelni, hogy most ne álljunk vissza, és ne üljünk rá az eredményre. Evan Ferguson első gólja nyilván itt az első FA Kupa mérkőzésünkön ebben a sorozatban. De jönnek a hazaiak, most már fel kell bátorodniuk, de ahogy mindig elmondom, minél jobban támad az ellenfél, annál több a terület hátul, hogy mondjuk Adama Traoré egy lendületes sprinttel meginduljon. Ez egy buta eladott labda Néko Williamstől. Középre tett bogyót pedig Gatti tisztázza. Lehet menni előre, Mudrik. Keveset mutatott Michalo Mudrik eddig a szezon során, de azért voltak nagy megnyilvánulásai, és ez is egy kiváló passz. Az a baj, hogy Evan Ferguson egy IFA plató gyorsaságával fordul és indul meg, úgyhogy érték a védők. Lisztes szabálytalanul sem tudják megállítani, az meg les. Na jó, de ha les, bazd meg, akkor fújd vissza a szabadrugás. Most ez milyen játékvezetés? Hát ne haragudjatok, valaki Bede Ferencet hívja már föl a izé Match 4 stúdiójából. Most ez milyen szabály? Az milyen szabály, hogy előnyszabály Lisztessel szemben, és visszafújja a lest. Na jó van, kicsi Lisztes, akkor most büntessük meg őket. Lisztes, gyönyörű a lefordulás. A passz önzetlen volt, csak elképesztően szar. Hoppá, ott elcsúsztam egy tyúkszaron. Akkor most nyomjad az előnyszabályt. Geleger. Ampadu lép király gyönyörűen. Megvan-e az a labda? De hogy megvan? Mudrik két emberrel mit etetett meg? Michalo előre! Ferguson! Jó volt a passz. Fejben. Mudrik azért brillírozik, az ott egy gyönyörű lefordulás volt a saját tér felén, és ezzel meg is tudott indítani egy támadást. 32 perc, telik az idő. Traoré középre, Ferguson meg jól fordul le, csak hát a tempóból vannak problémák. Mudrik még mindig, Ferguson felé. A passz észrevételeinkkel azért vannak gondok, de a bogyó megvan. Teljes ember. Eddig olyan, mintha pályán se lett volna teljes ember, de mindegy. Gatti. Jó meglátás. Sittes tünde. Lövő helyzetben Sittes tünde. Lejön a blokkról. Lassan jön előre a Blackburn. Nem túl tempósak ezek a kontrák, amiket vezethetnének. És ez a labda is megpattan, de eljut a céljához. Hedges. Vorton felé, Mudrik gyönyörűen ér vissza. Még lehet támadni, Traoré. Traoré még mindig. Ferguson, sok védő előtte, nem egy cselgép. Befejezései miatt tartjuk, Néko Williams. Sokáig stoppolta, de visszaszerzi, aztán eladja.
Káosz a pálya szélén. Williams megint megvan, gyönyörű sarokkal. Sittes tünde be középre, Ferguson! És a 10 perccel ezelőtti szabálytalanságért Gatto, a körlet buzogány, az olasz macska megkapja a sárga kártyás figyelmeztetés. Gyönyörű volt egyébként a támadás. Szépen ívelt Sittes tünde. Ferguson talán egy kicsit rossz szögbe helyezkedett. Jön a szöglet be középre. Teljes ember. Kifejelt labda. Visszalövésre. Traoré! Lehet ismételni. Amúgy olyan szép gólokat lehet szerezni beadásokból a FIFA-kban, nem? Csak már nem divat, de amúgy gyönyörűen lehet! Lisztes a röviden. Íme a lövéseink. Hát azt gondolom, hogy egy csapat dominálja a találkozót, de egy sör nem sör, egy gól nem gól. Úgyhogy egyelőre nem lehetünk elégedettek. Pláne így, hogy Smodic hirtelen lefordul, és Ospina, igen. Ospina véd, Mudri. Lassan letelik az első játék rész. A játékvezető még engedi, hogy Adama Traoré csodálatos izomzatával elinduljon előre. De a bedobást már nem. 0-1. Nessai FC vezetés. 45 perc játék után. Evan Ferguson góljával vezetünk. Íme a félidei értekezlet. Hazai mester elmondja, hogy hát gyakorlatilag kapura lövésük nem volt, tehát ebből lehet probléma. Itt pedig kettő kivéhet, háromszoros válogatott játékos, akire senki nem emlékszik, de mivel pályára léptek kétszer a válogatottban, vagy legalábbis a kispadra behívták őket, ezért szakértőként ott lettnek a televízióban. De folytatódik is a második félidő. Méghozzá a Nessai FC végezheti el a kezdőrugást. 0-1. Ampadu. Néko Williams, nem kell kapkodni. Játszatok egy kicsit Guardiola szimulátort, passzolgassat körbe. Teljes ember, Gatti. Lisztes egészen hátra jön begyűjteni a labdát. Szép váltás ki a szélre, Mudrik. A labdakezelési gondok voltak. Én szerintem Mikálo Mudrik egy nagyon jó játékos egyébként. Chelsea rajongó körülhetnek neki. A labda egy kicsit zavarja a fociban. Az a fajta Spieler, akit kicsit jobban látnánk a gyepe, hogyha nem kéne labdával játszani, de ezen kívül egyébként kiváló. Na de! Evan Ferguson megint a védőket bolondítja. Ferguson. Jó a visszacsel. Jó a meglátás. Koné! Ujjj! Szép tekerés volt. A tavalyi Messi gólunkat próbálta talán lemásolni, ami gyönyörűen csapódott a hosszúba egy szöglet után. De centikkel elkerülte a hazaiak hálóját. 0-1. De a helyzeteink megvannak, de nagyon kéne a második gól, mert ismertek engem, nem a védekezésem miatt lehet szeretni. Lisztes gyorsít fel, Traoré kérné mellette. Nagyon szépen védekezett most Carter. Tudta tartani az iramot mi kis terminátorunkkal. Wharton. Adjuk egy kicsit építkezni a Blackburn-t. A pályának egy nagyon szűk szegmensére szűkítettük a játékosokat, ezért könnyen át tudta ívelni, de javítottuk a hibát. De mire ezt kimondom, már eladjuk. Travis. Nem tudom, hogy Skóte Travis. Szép a passz! Fölé! Vigyázni kell, mert itt azért pillanatok alatt bajba lehet kerülni. Gyerekek, 60. perc. Valamit kéne csinálni. Sittes tünde. Okosan ki a szélre, Traoré, testcsel, hát azért az ő testével nem könnyű testcselt csinálni, nem is sikerült neki, Gallagher. Ki a szélre Sigurdsson, vissza a feladóhoz, Gallagher középen, vigyázzunk a beinduló emberekre, Hedges lódulna meg, teljes! Az öreg teljes, és az öreg teljes, nem vén teljes, el is indul. De lesz, üres a túloldal. Szép keresztlabda Adama Traoréhoz. Gyönyörű a lekezelés. Traoré még mindig. Traoré bele az emberbe. Na, Babatunde mester úgy dönt, hogy itt valamit ezen változtatni kell. Mudrik gyönyörűen játszott, amikor nem nézzük azt a részt, hogy nála van a labda. Egy jó kettős csere. Gatti. Ó, jaj, pont ellenfélhez. Modic. Az milyen Campadu. Gyönyörű. Ospina. Hosszú labda, de lesz.
Mudrik, gyönyörű csel Mudrik, na még mielőtt lejössz egy szólót be lehet mutatni. Fergusonhoz tálalja a labdát, le az alapvonalig, Ferguson vissza, lövőhelyzet, Sittes Tünde lepattan, lehet ismételni fölé. Sittes Tünde, Ndidi. Nem sikerül betalálni, és akkor Jeremy Béla, a Nessai FC talán első és legnagyobb felfedezetje is, bukta Csabi hazánk büszkesége. Akit még mindig nem láthattunk a felnőtt válogatottban. Lehet, hogy ezért cserélték rá Marco Rossit Ndidire, de majd meglátjuk. Ketten érkeznek, tehát 20 perccel a vége előtt. Travis. Sittes Tünde gyönyörű szereléssel, hiába lázadozik a közönség. A kapitány elindul. Sittes Tünde. Jó a váltás, Lisztes. Ferguson kérné középen. Nagy helyzet! Kapufa! Hogy az Istennek nincsen szerencsém se soha. Manu Koné, be középre. Sittes Tünde megint, az is lepattan. Menjünk, nincs elveszett labda, menjünk. Gyönyörű a blokk. Lisztes, vissza kell tenni. Lehet ívelni középre. Jeremy Béla! Megpattan a védőn. Szép. Koné. Gyönyörű játék, és mekkora a passz Lisztesnek, az piros! Az piros! Azt takarítsd haza! Milyen sárga! Hát tempóból jött a kilépő ember, egyértelmű gólhelyzet. Micsoda? Honnan? Páros lábbal köze nem volt a labdához az embernek. Hát azt a rózsát kellene letépni a címerről, azt fölmutatni neki. Veszélyes helyről szabadrugás itt a mérkőzés utolsó felében. Nem fogyatkozik meg a Blackburn. Ott a valamiért a ceruzáját a mellkasába szúrta a játékvezető az egyik Blackburn védőnek. Ő tudja. És hát az a szerencsénk, hogy itt van. Itt van a mi pontrugás specialistánk. Bukta Csabi, aki elvégezheti ezt a szabadrugást. Bukta Csabi a labda mögött. Csabeszkó bele a sorfalba, de így akarta kapóra a mellé. Jó van, hát megvolt a formáció, csak a balra jött a lepattanó. Hát az nem az erősebbik lába az öreg Csabinak. Jobban alá kellett volna nyúlni, közel voltunk nagyon. 10 perc van hátra a mérkőzésből, nem tudom, hogy húzta ki egy góllal a Blackburn, de ezt betudjuk a B csapat tapasztalatlanságának. Hedges. Jeremy Béla, nézd meg, mindenhol ott van, hát nem véletlen hívják az Alföld Terminátorának. Ferguson, Jeremy Béla előtt van terület, és nagyon jól középre lehet tenni, bukta Csabinak! Erről nem beszélünk, jó? Az eddigi fifákban elég volt nagyon finoman megnyomni a helyezett lövést, és olyan ügyesen elgurította a kapus mellett, most nem lehet, mert balfaszmód rúgja el. Na jó, gyerekek, nehogy már ne legyen második gól. Jeremy Béla jól teszi be középre! Ferguson! Minden valahogy ott maradt, kimaradt. Béla vissza tudja tenni. Bukta Csabi zombó! Az is a kapusé. Ez a kimaradt helyzetek éve az IFC 24-ben. Az nem lesz. Ne integessé már, nézd meg! Odaállították a varnyúképűt, hogy dísz... emberként integessen a zászlóval. 91. perc. Állítólag ilyenkor kell gólt kapni. Ferguson, Lisztes. Üres a szél, Jeremy Béla, lehet, hogy megunja. Nézd meg, lehet, hogy megunja! Amúgy mekkora cheatjátékos az öreg Béla, beteszi középre, Ferguson! És megint ott vannak a védők. Nem mertem kapásból elvállalni. Hát, hogyha... is szöglet. Jeremy Béla. Még mindig Jeremy Béla! Ott pattog! Nem pattogott! Kirúgják, és vége. Hát egy jó öreg 1-0. Megvan a továbbjutás, lehet örülni. Hát azt gondolom, hogy nem kellett azért szétizguljuk magunkat ezen a mérkőzésen, mert tényleg kapura lövése se volt a Blackburnnek. Megoldotta a B csapat. Hátradőlős, 1-0 volt. Ferguson újra gólt szerzett, az egy csatárnál tudjuk.
hogy mindig fontos. A lényeg az, hogy ismét sikerül győzni. Tovább jutottunk az FA kupából, úgyhogy ott még állva vagyunk. Blackburn Nessai FC 0-1. Have you got time for a few questions? Figyel, nyugalom. Hogy mond? C-kategóriás mérkőzés nem kell erőltet. Nem kell erőltet. 1-0, lenni kényelmes, hátradőlős. Ahogy mond mindig, bölcs tanárom Jamaica, mond Babatunde tanács, és én élni tanács mindig életem. Jobb ma egy kis gól, mint holnap egy zúgó kapufa. Köszön szép. És látjátok, hogy nem téved ebben a tekintetben az öreg Babatunde. Egy magabiztos győzelem, továbbjutás, nem számít a gólkülönbség itt a kupának ezen részében. Lehozta a mérkőzést, nem izgult a csapat, nem kellett túlerőltetniük magukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igaza van. Néha a higgadt bölcsesség és a sztoikus önbizalom az többet számít, mint az, hogy szétizgoljuk magunkat egy 5-0-án. Jó! Mondhatni, hogy azért pár gól benne maradt a lábunkba, de most nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy szárnyalunk tovább, srácok, és jön egy idegenbeli bajnoki a Burnley ellen, ami azt gondolom, hogy legalább 12 embert érdekelne, úgyhogy Inyő ismét megmutathatja Isten adta tehetségét. Csak állítunk gyorsan előtte egy meszt, hogy ezzel nem újjon semmi. Kicsit fogjon az idegenbeli gyönyörűséges zöldes-sárga szerelésünk is, mert én nagyon-nagyon szeretem. És hát maradjon az A csapat, mert azért kell a kötelező 3 pont, és a highlights-okat fogjuk lejátszani. Nagyon jó vagyok helyzetkihasználásban, úgyhogy Burnley Nessai FC, a legjobb pillanatok érkeznek. Drónnal jövünk. Jó kis esős délután a Premier League-ben. Ettől mindig félek, de a hangulat kiváló. Ide is ellátogattak a magyar szurkolók. Bíztatják Ndidi csapatát. Nézzük, hogy hány helyzetet kapunk a scripttől. Kezdődik a mérkőzés, a hazaiak indítja útjára a labdát. És az első lehetőség az előttük adódik, mert a 22. Burnley az abszolút legitim módon támad. Mi? Onana bemutatkozik amúgy, és Onana úgy bemutatkozott, hogy szemmel védett egy helyzetet, és kiharcolt egy 11-es. Álvaro Morata a labda mögött, hölgyeim és uraim! Gól! Megvan az 1-0. Egyértelműen Onanának köszönhetjük ezt a találatot is. Álvaro Morata gyönyörű rugással újabb gólt szerez. Megvan a vezetés. És jön egy lehetőség a 20. percben immáron előnyből. Joelinton gyorsít fel a labdával, és teszi be középre. Morata, a 12 védő van hátul, tehát ez nagy helyzet amúgy. Ki a szélre? Davis, az lesbazd meg. Bocsánat. Semmi gond. Újabb Nessai FC támadás, 33. perc. Eberecsi eze vezetheti a labdát. Eze kezeli le, gyönyörű az észrevétel, ki a szélre, Anthony, kis kopter, nyomott kis, haló! Szabadrugás. Azt nem engedi lejátszani, mert az túl izgalmas lenne. Miközben Morata kap egy jó labdát, egy az egyben az öreg Morata. Egy az egyben az öreg Morata, önzetlenül leteszi. A kacsa az valóban bekancsult, vagy nem tudom, hogy ezt melyik gombot kellett megnyomnom ahhoz, hogy ez történjen. Nico Williams szöglete, jól jön be középre, Csurulov, ott a kapitány! Mit lő a kapitány? Maguire! Közben már a 67. percben járunk, marad az egy gólos előny, és most elég nagy szar van a palac. Ja nem, én támadok. Az sokáig tartott jó támadás volt, győztünk. 1-0 farm, ott a 3 pont. Köszön szép, idegenben jó ez. Így van. Hát
két idegenbeli 0-1. Kicsit a Nessai FC szurkolók átérezhetik, hogy milyen lehet egy mit csapatnak drukkolni, de kellett az a három pont, sokat fog még érni a végelszámolásnál. Srácok, ne felejtsük el, hogy kőkemény versenyben vagyunk a top 4-es bajnokok ligája helyezésekért, és elerett a hó a háttérbe, lehet, hogy eddig is ott volt, csak nem láttam. 5. helyen a csapat. Hoppá! Hát azért jövünk föl, gyerekek! 38 pont, 4-re a Chelsea-től, 7-re az Arsenal-tól, ez nem adja ki ez a matek egyébként, de mindegy. És az Aston Villa, amúgy nem vagyunk messze! Nem vagyunk messze, a City egy kicsit ott meglógott. Na jó. Oké. Haladjunk tovább, itt lassan véget ér a januári átigazolási szezon, de ez minket alapvetően annyira nem érint. 3 pont az 3 pont. Nagyon elégedett mindenki velem, ha nem, azt se osztanánk meg semmivel. Onanának más tréninget szeretnének? Jó van az úgy. Sose tudom, mire érdemes állítani. Jó van az úgy. Akar velünk beszélgetni Sittes Tünde? Számítok rád, amikor kell Sittes Tünde. Ne hisztizzél azon, hogy kispadozol. Jó az a kispad. Fűtött székeket szereltek be a Mama Tunde arénába. Teljesen jó. Nem nézem a scout reportokat, így is annyi dolgunk van, hogy csak na. És folytatódik az FA kupa. Hoppá! Na, ez ma egy kupa epizód lesz. Abban a pillanatban hazai pályán a Swansea ellen, tehát továbbra is alsóbb osztályból kaptunk ellenfelet. Hát én azt mondom nektek, srácok, B csapat izon. Le kell játszani, jönnek megint a fiatalok, és mehetünk is gyakorlatilag, nincs vesztegetni való idő. Lássuk, hogy sikerült-e az előző FA Kupa forduló óta a fiataloknak kicsit így a befejezésekre jobban ráfókuszálni. Most már azért hazai pályán vagyunk, a Mama Tunde Gardenben játszunk. A lényeg a továbbjutás, de a hazai szurkolókat azért el kell kápráztatni. Állítólag a mai mérkőzésen ingyen van a sör a büfében, nem tudom, halljátok-e, hogy nem hallotok semmit. Ez azért van, még sokan sorba állnak. Baba Tunde tudja, hogy nem volt sok gól, így az idei szezonban a csapat részéről, ezért ezzel kedveskedett a hazai drukkereknek, de most már szépen lassan hallani a tapsot a lelátóról, megjönnek azért a drukkerek. Na nézzük, 5. perc. Az első támadás kialakulóban, és szól a taps, megjöttek az emberek, mert elfogyott a sör gyakorlatilag 5 perc alatt. Manu Koné ívelhet be középre, Traoré felé kipattan, Sittes Tündelő! Bele a sorfalba, ami nem sorfal, de lassan úgy érzem magam minden támadásnál, hogy egy teljes sorfalat kell átrúgni. Gyönyörű a labdaszerzés, de a játékvezető hiába öltözött fel Nessai FC mezbe. Ha megfigyelitek, még a bíró sportárs is megvette a Nessai shopból az idei hazai szerelést, de azért ezt lefújta ennek ellenére, biztos azért, hogy pártatlannak tűnjön. Ogbeta, Agumé, Ogbeta, Patino Maximale, támadnak a vendégek, Ogbeta a labdával, Patinohoz vissza, Ampadu hajával szemben nincs esélyük, Lisztes indul el. Lisztes még mindig, nagy szóló. Kis Lisztes nagy szóló, és lehet kiugratni Fergusont. Kicsit kisodródik a kapuval szemben Evan Ferguson. És visszaérnek a védők. Onnan nem akart a kapura lőni a kicsi. Mudrik még mindig. Mudrik szóló. Mudrik nem akar megállni, pedig jobb lett volna. Sittes Tünde, Manu Koné, lövőtáv mellé. El kellett ereszteni ezt az első lövést, nehogy beleálljon itt az izgulás a fiúk lábába. Ugye az előző találkozón víz, hoppá, egy labdakezelési hibára csap le Lisztes Krisztián kiválóan, és jól ugratja ki Fergusont, lőni lehet! Azt nem mond, hogy les, mert nyakon váglak, bazd meg egy partvisnéllel. Ó, te. Persze. Visszafújta a var utólag. Nem baj. Kezdődnek a helyzetek. Megint Lisztes, sokat van játékba. Úgy néz ki, Lisztes most felszívta magát erre a mérkőzésre. Értitek? Lisztes szóló, megint Lisztes. Be középre, az is les volt amúgy. Ö-öm.
Ampadu. Traoré. Ferguson. Lefordul. El kell lőni, öcsi! Úgy is van! Lőjünk kapura! Ki az a Fischer, aki ott áll? Lőni kell! Lövésből lesz a gól, ahogy Ndidi mindig mondta. Ginelli kifejeli. És gyönyörűen indít előre. Köszönjük. Traoré. Ndidi. Ferguson! Szabad! Én amúgy pirosat adnék. És ott a piros! Ott a piros lap! Kiállítja a játékvezető a filippínó védőjét a Swansea-nak, hogy ennek vajon valami olyan oka volt-e, ami majd vizsgáló bizottság elé kerül polgári peres eljárás keretein belül, vagy pedig a szabálytalanság volt az oka, azt nem tudjuk. De veszélyes helyről szabadrugás. Kár, hogy a világon senki nincs ebbe a csapatba, aki szabadot tud rúgni, de ez most már másik kérdés. Lője a teljes ember? Lője a teljes ember? Lője a teljes ember. Csűrjed meg Külivel. Alex Teles a labda mögött. Ellövi. Ajjajjajjajjajj. Hát a vállán kiemelkedő utolsó szőrszáról pattant le. Nem. Aj, de közel voltam, tesó. 0-0. De emberelőnyben a Nessai FC és a Mamatunde Park már üvölti is, hogy... 5-0. Teles bent tartja. Gyerünk, most kell nagyon nyomni. Most kell nagyon nyomni. Vannak azok a pillanatok a Budin is, amikor egy kicsit rá kell segíteni, hogy meginduljon. Ogbeta. Megy a Ndidi féle deep pressing, és itt Estünde megszerzi. Van üresedés középen. Gyönyörű! Nem engedték ollózni. Nézd meg, megfojtották azt az ollózó mozdulatot. Pedersen. Pedersen még mindig Gatti gyönyörűen hátul. Teljes ember, a középpálya közepén tűnik föl. Jó a kiugratás, nincs les, lisztes, középen Ferguson alig várja, hogy fejelj. Közben Rabiot vette meg a Chelsea a Juventustól. Ez egy ilyen Chelseahez méltó igazolás amúgy. 50 millió Rabiotért. Jó vétel lesz, hát a United is ilyen faszán szokott igazolni, úgyhogy... A Chelsea-nek is kijár, közben itt a Nessai FC Swansea, még mindig 0-0 van, valami csodával határos módon. De próbáljuk elvenni a labdát, próbáljuk magasan megszerezni, mielőtt még bármi huncutságot a vendégek kitalálhatnának. Azért itt vannak labdakezelési problémák a fehérmezes csapattól, és bizony a passzokba is gyakran hiba csúszik. Mudrik indulhat el! Mudrik! Mudrik hosszan tolja meg! Na jó. Én azt gondolom, hogy itt Babatunde Ndidinek el fog fogyni a türelme most már, mert ez a helyzet kihasználás egész szezonban, ez most már dzsungelt kíván. Grimes. Nem tudjuk elvenni a labdát. Patino. Gyönyörű a blokk, aztán eladjuk. Kis zavar a védelembe, Yates, Ampadu, megvan a bogyó. Na, Mudrik kicsit. Mudrik gyorsít rá. Ferguson, liszteshez tovább lehet tenni, van üresedés. Lisztes még mindig, kicsit magas volt a passz, de ezt akartam, fogjuk rá szódával, Koné, Ferguson, Traoréhoz leteszi, Traoréért valakinek meg kéne verni egy védőt, egy az egybe, Lisztes! Gyerekek, ez az idei game, én nem tudom mi van, nézd meg, tiszta helyzet, 11-ről stadion buki. Azért meg fogunk pályázni egy EU-s támogatást a Nessai FC-vel a nyári átigazolási szezonban. Nem fogok lőni, beviszem a kapuba, mert jobban járok. Rugással következik a Swansea. 7 lövést eresztettünk meg az első fél időben, abból egy találta el a kaput. Tisztes. Eladja a labdát, Patino. Ogbeta. Egy a letámadás, durran a pressing, és Williams megszerzi. Át kell tenni a túloldalra, és Ferguson megy, és gyönyörű a labda. Okosan, Léci, okosan! Most pedig okosan lőtte. Megpróbálta elhelyezni, nem izgult. Közben Maguire
ott menedzserként is feltűnik Endini mellett Ferguson fölé. Fél idő. 0-0. Tapsol a Mamatunde Park, de hát ezt csak kedvességből teszik. Nem sikerül gólt szerezni az első 45 percben. Ülle mindegyik hely! Mit csinál? Hogyan lehet? Ti jönni? Balmazújváros alsó focizrét? Focizrét? Gyerekkor? Gyerekkorban ki focizik rét, azt bottal verik el. Érti? Mikor Babatunde nőni fel, ilyen helyzet kihasználás minimum 25 fekvőért. Minimum 25. Tessék lenyom, Ferguson, fiam, nyomod, 25. 25. És ha még vágni fejeket, kapni gyomros. Mindegyik, szedni össze magad. Nem lehet így fotball. Nem lehet így fotball. Menni ki! Hogyan lesz így pénze, Babatun? Mármint, hogyan lesz így pénz csapat? Menni el, szurkolók! Menni ki, fotball! Utolsó figyelmeztet! Utolsó figyelmeztet! Hát elég nagy balhék szűrődtek ki a hazai öltözőből. Lássuk, hogy a második félidőben változik-e valami ennek kapcsán. Nem volt elégedett a hazaiak mestere, Babatunde Ndidi, Magyarország kedvenc edzője és focistája. Lássuk, hogy sikerült-e motiválni a fiúkat. Ferguson. Ferguson a labdával, szépen veszi észre Traorét a szélen. Középen jön Lisztes, gyönyörű a beadás, fantasztikus. Sittes Tünde Mudrikhoz középre! Na! Hát ez már foci! Ez már foci! Újabb szöglet. Teles, hátra teszi lövésre, Teles, Traoré lő, Fischer! Hát azért jelentősen megváltozott a hozzáállása a hazai csapatnak. Teles megint kiteszi, Adama Traoré ballal is elvállalja, ott a lepattanó. Beszorítjuk a kapuja elé a vendégcsapatot, Traoré lefejeli, Lisztes. Túl sok volt az ember hátul. Adama Traoré visszaszerzi, beteszi középre. Nincs terület. Ki tudja hozni a Swansea, vagy legalábbis megpróbálják. Ederson. Hát a túloldalra. Patino. Ki. Hárman veszi körül, de ott most véletlenül talált egy ajándék labdát. Ampadu gyönyörűen. Telesz. Mudrik indulhat. Mudrik gyorsít föl. Gyerünk, kicsi! Nyomjad, kicsi! Mudrik! A túloldalon jön Traoré! Kapufa! Gyönyörű volt a keresztlabda, és a kapufán csattan Adama Traoré kísérlete. 59. perc. Helyzet hátán gyakorlatilag nincs megállás, nincs egy másodpercnyi levegővétele a Swansea-nak. Ne felejtsük el, hogy ember hátrányban van a Swansea, és a továbbjutás a tét. Yates. Még mindig nem volt kapura lövése sem a Swansea csapatának, és most se lesz, mert Nico Williams veszi el a labdát. Ott minden volt. Valami előnyszabály, nem tudom miért. Agumé. Darling. Norton. A szélre. Agresszív emberfogás van a Nessai FC-ben, mindenki küzd valakivel, és itt Tünde szerzi meg a labdát. Mudrik. Gyönyörű a megkerülés Mudriktól. Ferguson. Jönnek a hosszunk ketten. Traoré kapja a labdát. Traoré be középre. Ferguson! perc, a Nessai FC is cserél, Mudrik helyére jön Jeremy Béla. Megint lövésre a szöglet, Lisztes-hez pattan! Nincs 11-es. Adama Traoré viszont visszaszerzi a labdát. Ferguson elveszik tőle, Sittes Tünde, tovább teszi Béla! Lisztes!
Nem. Hát ilyen? Hát hogy? Hogy? Mert hogy tudom így? Hogy? De most komolyan, ez mi? Hogyan? Hát direkt se tudnék ilyet csinálni, ha akarnék. Hát hanyasért, hogy? Valami bazze, mit kell megnyomni? Mit kell átállítani a játékba? Lisztes le is jön azonnal. A finessát van elbaszva idén? Vagy mi van elrontva? Ne nyomjam a fineszt? Vagy én nem tudom, mi van. Traoré szerez labdát. Jó a váltás, Béla bukta Csabihoz. Megpattan. És mit fújtál, te hülye? Mit fújt? Ja, persze, hogy szabadrugás. 73. perc. Érik az 1-0, de kinek? Ki nevet a végén? Szép labdaszerzés, Jeremy Béla, ki más? Bukta Csabi. Kiugratja Fergusont. Ferguson lőhet! Nem volt jó a szög, de most már lövök, mert egyszerűen muszáj erre rájönni. Azért nyomom a fineszt, mert én mindig szeretem szépen elhelyezni a labdát a kapus mellett, de hát úgy néz ki, hogy idén nem szabad, vagy nem tudom, mire való a finesset akkor, hogyha egy az egyben nem lehet elfineszezni a kapus mellett, mert fölé lövi, akkor mire van? Ferguson. Ki a szélre? Jeremy Béla. Középen a társ. Bukta Csabi! Most direkt finoman nyomtam meg, de most túl finoman nyomtam. Kabaré! Jó, most ez az én hibám volt, mert túl finoman nyomtam a lövést, mert már fosok megnyomni erősebben. Patino, 84. perc, Williams. Adama Traoré. Üres a hosszú oldal. Grimes, Teles, Koné, Béla, üres a túloldalon, Traoré. Nyolcvankilencedik perc. Ilyen a világon nincs, bassz meg, ami most történik. Szép labdaszerzés, Traoré. Ott az üresedés, gyönyörű, Ferguson, nyomod! Valaki print screenelje már ki például ennél a lövésnél, hogy a lövés erősséget az alsó sarokba. Kizár dolog, hogy túl erősen nyomtam a lövést, hogy így fölé rúgja. Alig pöccintettem meg. 92. perc. És beindul a script. Mit szólózik a gyerek a szélen? Vége. 11-esek? Komolyan 11-essel fog eldőlni? Azt hiszem, itt egyből 11-es van, nem? Vagy újrajátszás? Újrajátszás van akkor. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Nem szeret nyilatkozz. Nem szeret nyilatkozz. Mindig is beszélni játékosaimmal kedves, megértő, atyai szeretet, de jelen pillanatban nem hálálni meg. Én atyai csendes, megértő viselkedés, ezért be kell vezet új szabályok. Ferguson például nem ehet nyilekváros kenyér, csak akkor, ha rendes alszik délután 2 óra. Mindenkinél bevezet, délutáni alvás, sok pihenés,
betilt öltözőben Mancsőrjárat. Nincs több. Csapat eddig hangolódni idén, mérkőzésekre Mancsőrjárat. Hallgatni, kedves zene, vége. Befejezni. Új szabályok vannak, kizárólag olvas, tévé nem tévé. Konzolokat elkoboz, minden játékos konzol elkoboz, elajándékoz Mercedes kölcsönző alkalmazottak. Mindenkitől elvesz Mercedes is, NASA FC játékosok mostantól használ Matchbox. Szigorú büntetések veszik kezdetet. A következő mérkőzés nem nyer, Baba Tunde személyesen látogatni meg, játékosok édesanyja. Elbeszélget édesanyja alsógatyában. Én alsógatya, nem édesanyja. Komoly reform kezdett. Mai naptól komoly reform. Köszönöm szépen. Hát láthatóan és érthetően Baba Tunde Ndidi azért ezek után, az eredmények után nem elégedett. A csapat szépen tartja magát, nem kaptunk még ki, minden rendben van, szállítjuk a pontokat, de a mutatott játék az nem összeegyeztethető a klub filozófiával. Tehát a NASA FC szurkolói, rajongói, nézői azért ahhoz vannak szokva, hogy gála mérkőzéseket játszik a csapatuk. Ez az 1-0-ás José Mourinho-zás, ez nem a mi klubunké. Úgyhogy Baba Tunde komoly reformokat lengetett be. Reméljük, hogy ennek az eredményét is látni fogjuk a pályán. Hát megyünk tovább. Egy bajnoki mérkőzés következik majd a Brighton ellen Pinyő vezérletével. Meglátjuk, hogy itt majd mit látunk a csapattól. De haladjunk. Pörgessük a meccseket. Nyilván az A-keret fog pályára lépni. Play highlights, nyomod. Közben gyorsan megköszönöm Betty, Peti, Maga, Banka, VR, Sumós, köszönöm szépen Flatbird, még egyszer. Nagyon-nagyon köszi mindenkinek, srácok. Na jó. Highlightok, Mama Tunde Park. Narancs-piros mezek, valójában a vendégcsapat is NASA FC szerelésben, lássuk. Helyzet nálunk a 8. percben. Gyönyörű. Az a baj, hogy ilyenkor nem tudod, hogy hogy veszi át a labdát a játékos. Azt hittem, hogy álló helyzetben van. Ez jelentősen befolyásol, hogy melyik gombot hogy nyomod. Joelinton. E középre. Morata, Calvin Phillips. Üres a szél. Az még a tied! Kancsal-kacsa! NASA FC hosszú ívelés, a 40. percben megyünk előre, és hova tart ez az ívelés? Az a baj, nem látom. Gyönyörű játék, Anthony! Hű, az nagyon szép visszatett labda volt pedig. Az első félidő 0-0-val eltelik, és jön a Brighton. Maguire elcsúszott ott egy vakontúráson, semmi baj. Dahoud, csak hátra. Nyugi, nyugalom. Veszed el a labdát. Gross. Pascal Gross, Dahoud. Szép összjáték a Brightontól. Durrog a script, az les, Onana! Gyönyörű. Bemutatkozott Onana, és indítja az ellentámadást. Hát nyilván indítja. Hát ezért hoztuk Onanát. És Morata elindulhat. Onanától az egész akció. Morata helyzetben lőtt be, kicsi! Vezet a NASA FC! Hát Onana kellett ennek a csapatnak. Mi helyzetet indított egyből a kidobással? Megvan a vezetés, és támadunk tovább. 65. perc, Morata kap labdát, egy jó 25-30 méterre a kaputól. Morata kis csel, nem csel, tisztára játsza magát! Jézus! Az még ott van lövőre! Nincs ott lövőre. Mit? Morata, bazd meg! Azért Morata komolyan vette, hogy matchbox-szal kell járni. Kontra, 76. perc. A kis lisztes is a pályán. Megbocsájtott neki Baba Tunde, de nézzük a kopter. Anthony megy el. Anthony cipeli még mindig. Anthony visszateszik Maradona. Kipattanó labda, Morata gól! 2-0!
Álvaro! A gabonakörök bereszelem Morata! Hát úgy néz ki, hogy a reformok működnek. 81. perc, szöglet a Nessai FC-nek. Nico Williams a labda mögött. Hátrafele teszi a kicsi Anthony. Kopterkedik egy kört Anthony. Anthony az alapvonalnál, jó a csel. Anthony! A 11-es is lehetne, mondjuk szabálytalanság nem történt, de attól még lehetne. 2-0! Hát highlightsból kihoztuk, amit lehet. Megvan a 3 pont. Gyönyörű. Orátám itt ment, gyerekek. Na, jó van, van itt azért még remény. Uros Batyú, Max Symphonix, Sofantasy, Meta, köszönöm nektek is a támogatást. Közben elérkeztünk az átigazolási időszak utolsó napjához, de nem változtat már Babatunde a csapat összeállításán. Megpróbálja lehozni a jelenlegi kerettel, amit lehet. Csak mondanám, hogy Onana nem kapott még gólt, mióta itt van. Mi pedig egy pontra kerültünk a negyedik helytől. Hibázott a Chelsea, srácok. Nagyon-nagyon szoros. Never don't give up, ahogy a mondás tartja. Newcastle United Nessai FC idegenbe. Én azt mondom, hogy játsszuk le. Kellene egy teljes meccs az A csapattal. Bár nem, mert kupa visszavágó jön. Akkor highlightolunk. Idegenbe highlightolunk, ez necces. Te lesz meg, higgadjon le, hogy nem játszik. Úgyhogy pinyőre bízzuk, necces lesz. Idegenbe highlightot játszani necces azért. De megnézzük. Newcastle Nessai FC. Na gyere! Amúgy már mondtam az előző adásban, de nem biztos, hogy Félix bevágta. Mocsok jó csapat sajnos a Newcastle. Mármint, hogy a valóságban. Nagyon szimpatikusak. Hiába szaudi pénzelt klub, de nagyon jól építi Eddie Howe. De most erre nem leszünk tekintettel, mert Morata elindul egy az egybe. Morata kicsit lassú. Jön a csel. Morata! Mi formában van? Álvaro Morata! Hát aranylabda lehet az év végére, gyerekek! Megcsinálja egyedül! Érdekes, hogy ilyenkor meg tudok lőni, vagy tehát, hogy mi a különbség? Tehát ezt Lisztes úgy fölé rúgta 11 méterről védők nélkül. Nincs olyan, hogy never don't give up? Tényleg? Nincs, bocsánat, YouTube nézőknek mondom, hogy Pompi szólt a cseten, hogy olyan nincs, hogy never don't give up. Értem. Pompi, most akkor figyelj rám, jó? Ne figyelj most itt a többiekre. Babatunde Ndidi is létezik. Igazából nincsen. Nem ő a magyarok kedvenc foci. Jó. Nem mondd el senki. Jó? Szóval megvan a vezetés, srácok! 0-1 idegenben. Megvan az előny. 52. perc. Hú te onnan! Most ezzel mit kellett volna csináljak, basz? Hát itt mi lett volna a megfelelő gombnyomás? Amitől ezt a... Onanának elrontották a statját, de hát erről nem... Game! Fejezzük már ezt be, game! Onana ott is van, na! Nyomod, Onana! 1-1, 60. perc, Nessai FC támadás, Morata kapja a labdát. Morata még mindig. Morata nem találta meg a rést, szöglet. Nessai FC kontra lehetőség. Calvin Phillips a labdával. Calvin Phillips. Nyomtam a paszt, és nem vette be az inputot, bazd meg, nem hiszem, ezektől úgy ki vagyok. 79. perc, 1-1 kellene a vezető gól, jön a szöglet. Jó. Védőket leráztuk, Anthony. Anthony befelé. Anthony lövi el, Pop! És vége, nem adott. Nem adott, ezt eldöntötte. 1-1. Jó, nem baj.
Highlights-os meccsen ez van. Egy-egy, nem baj, oda se neki. Amúgy ezt is már biztos kérdeztem tőletek évek óta, de van havas meccs a játékban? Tehát olyan, hogy hó van mondjuk a pálya szélén, sárga labdával játszanak, ilyen van? Tehát, hogy ez régen alap volt, hogy ilyen van. Van? Van. De akkor miért nem kapok ilyen meccset soha? Legyen már egy kis karácsonyi hangulat. Na jó. Fáj azért nekem ez a ponthullajtás most a St. James' Parkban, de nem baj. A lényeg következik, srácok, Swansea SIFC. Jön a kupa visszavágó, és idegenbe kell menjünk a hattyúkhoz. Hát itt vannak fáradt játékosok. Eberecsi eze helyett Béla kezd, most felforgatja Babatunde a kezdőcsapatot. Kicsit átalakítjuk a dolgokat. Úgy. Egy ilyen mixbe megyünk, jó? Ipsmix szűtünk, Jeremy Béla, Evan Ferguson, Gatti, ők kerültek be a kezdőcsapatba. Na gyerünk! Nagy a nyomás, gyerekek. Most nincs kifogás. Most az első teljes mérkőzés a reformok óta. Lehet, hogy be van állítva, hogy ne legyen havas meccs. Nem tudom, hogy van-e olyan. Nézd meg a favágók, a világ három szomanzi szurkolója. Emlékeztek még Micsura? Emlékeztek még arra a Swansea csapatban, amiben volt egy Micsu nevű játékos, aki lőtt 25 gólt egy szezonba? Ilyen irányító közép. Édes Istenem, az a Swansea mekkorát ment. Na mindegy. Labdaszerzés, nyomod, jó? Tehát most nincs szöveg, jó? Lövöd a gólokat. Tehát a nézőknek csak rá kelljen fejelni a YouTube like-ra. Ott is van Anthony. Nézd meg, megeteti, bazd meg, a teljes Swansea védelem mattolva, öcsi, mattolva. Egy null, nyomod, nincs megáll, nincs, nem ünnepelsz, Balotellibe vagy, érted? Nyomod, csak nyomod. Megérdemlik a Nessa FC nézők és a szurkolóink, jó, nyomod. Agumé. Jön a Swansea, jó a passz, nincs kapott gól, ott van az én kapitányom. Ferguson, Jeremy Béla, és már látod, hogy a kis kopter fut a szélen. Rossz lábára jött ki az öreg Jeremynek. Nézd meg, milyen meg föl lehet rajzolni a vonalakat, olyan szigorú a védekezésünk. Mindenki vissza akarja kapni a Mercedesét, Joelinton szerzi meg. Ferguson. Ő neki mondjuk még nem szabad vezetni olyan fiatal, de ő a lekváros kenyerét akarja visszakapni. Mész letámadni. Nincs elveszett labda, úgy is van. Anthony, e középre, nincs les. Ferguson, lövött kicsi. Jóval, hát... fiatal fejlődő szervezet. Most kezdett el Fergusonnak szőrösödni, tudjátok. Tehát, hogy még most kezdik el érdekelni a lányok. Evan Fergusonnal ne legyetek léci szigorúak, jó? Anthony. Kiskopter. Két ember között, Anthony. Mit nyom? Anthony még mindig... Jó, jó, hát... mindig tudni kell, hogy hol állítsd meg a cselezést. Ez amúgy technikás játékosoknál nehéz. Tizenhetedik perc. Noton. Az bizony egy gyönyörű szerencs. Amúgy Alfonso Davis milyen szinten süllyed bele a mezőnybe, semmit nem csinált. Na mindegy, Jeremy Béla. Ő viszont annál inkább. Jeremy Béla lövi. Sokat ront a helyzeten, hogy már kikapcsoltuk a kamu 11-eseket. Trippier. Az gyönyörű bedobás volt, tehát 35 év tapasztalattal ezt sikerült összehozni, az nem semmi. Agumé előre. Yates. Gyönyörű, Gatti, az hogy pattant vissza az ellenfélhez, lehet tudni, Ginelli. Nem nyomod, nem hagyod a scriptet, nem hagyod a scriptet. Úgy is van. 0-1 nyomod, az semmire nem elég. Egy sör, nem sör. Trippier. Phillips, gyönyörűen adtad vissza, de ez volt a csel.
Trippier, Anthony indul, gyönyörű meglátás, nincs les, Anthony, micsoda labda átvétel, nyomott kicsi kopter, gól! 0-2! Nem lehet megállítani ezt a srácot sem, a szezon legjobbja. Mióta energiáit nem a nőkre fókuszálja, hanem a labdarúgásra, egész élete megváltozott. Gyönyörű volt az indítás egyébként, tényleg fantasztikusan tette maga elé Anthony. És jobb rüsztel a hosszúba. 0-2. Két gólos a brazil. Lássuk, lesz-e még? Béla zavarja a támadás építését a hazaiaknak. Agumé. Ez most jó passz. Philips. Nem sikerül elvenni. Maguire. Na hát ő tőle viszont nem lehet. Béla hátra. Joelinton. Üres a szél. Gyönyörű meglátás és gyönyörű passz. Anthony, gyönyörű csel! Anthony mit nyom? Vissza lehet tenni! Kivágott labda. Joelinton. Marad nálunk. Trippier. Okosan keresztben. Na, Alfonso Davies. Sokat kritizáltuk. Most kell megindulni. Gyönyörű! Előnyszabály. Kancsalkacsa. Kancsalkacsa az alapvonalnál. Kirugás. Nem, szöglet, gyönyörű, bent tartotta, hát mély nyomon. Atino. Kicsit elvesztegettük ezt a szögletet, de visszaérünk, gyönyörű. Philips, jó meglátás, Trippier, Anthonyhoz, Anthony. Hátulra megrángatták a grabancát, a játékvezető nem látott semmit. Maguire a labda szerzéssel, Anthony. Bele az emberbe, nem láttuk, hogy ott is van játékos. Patino a túloldalon. Wood. Gyönyörű. Philips. Joelinton. Jeremy Béla fordul le. Ferguson. Béla kérné vissza. Béla még mindig. Béla kicsit elfáradt, vagy lelassult, vagy nem tudom ott mi történt. Maguire, hát nem lehet lefejelni, hát hogy lehetne, mire gondolsz? Ferguson, mekkora észrevétel! Szépen visszazárt a védő kancsalkacsa elé, kipattanó labda Ferguson, Béla. Ott majd volt egy védő, ez nem elveszett labda, megy a pressing. Nincs elveszett labda, úgy is van, megy a pressing. Ez most kicsit gond. Joelinton, gyönyörűen. Maradona a pálya közepén. Úgy de lassan váltottál irányt, öcsém. Hopp, labda volt. Lesz gyanús helyzetben Ogbeta, de elindul az első fél idő utolsó megmozdulása. Lesz-e Swansea kapura lövés. Visszatett labda. Jó passz, Onana! Szemmel véd, Onana! Egybe van a természettel. Kemény kígyós Amannal külön edzéseket tartanak. 0-2 a szünetben. Ez még nem elég. 45 perc még hátra van 0-2-ről. Nyomod. Ferguson. Jeremy Béla kérné. Meg is kapja egyből Béla. Egy emberről lefordul Béla. Kettőről lefordul. Béluskám! Mellé. Hosszú kirúgás, ezt most le tudják szedni. Vissza a térfeledre, kutya! Jó játék, Agumé, Gimelli, az a miénk, meg is van a bogyó. Béla! Hoppá! Saját magamat is átvertem, olyan technikás volt az a labdavezetés. Anthony, szép a labdaszerzés. Ferguson, átra Philipshez. Ott indulnak a szélen, nagy labda Anthony felé. Beteszi középre Ferguson. Jó, az IFA plató. Lehetett hallani a pittyogást, hogy megfordult. Hosszú labda, 54. perc, Trippier. Béla, Philips. Páros lábbal érdekes volt Anthony. Anthony visszatenné. Nyomod. És kihozza. Béla. Jaj, de finom! Jó észrevétel. Megint a tisztázás, megint nálunk a labda. Anthony, Béla, Trippier, Anthonyhoz. Anthony,
Anthony még mindig. Nem volt passz, hozzáragadt, kell neki a Mester 3-as. Nem bír magával. Elhagytam egy boostert. Na gyere, 30 perc, lehet, hogy cserélni kéne, de hát ajándék labdának ne néz ki a... De... Igen, úgy. Na, szóval csere. Béla egy kicsit elfáradt, jön egy Bukta Csabi, meg jön egy Lisztes. Gyerünk, fiatalok, most kell bizonyítani, most lehet. Még van fél óra. Ripié kicsibe. Anthony, vissza lövésre. Ferguson! Fischer. Fischer gyerek is felsrófolja az árát. Ripié szöglete. Jó, Davies! Hát csak mondani kellett, micsoda gyönyörű fejes! 0-3! Alfonso Davies érkezik a kapu elé. Ott a harmadik gól. Gyönyörű megoldás. Ripié szöglete, Davies középről, kimozog a rövidre, és gyönyörűen fejeli meg. Szép formáció, 0-3. Kicsit le van fogyva Alfonso Davies, egy kicsit kondizni kéne, mert így a karaktermodellje érdekes volt. Hopp, 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 azt hogy nem vettük el, na végre, Lisztes frissen érkezett, és frissen indít, de mekkora labdát ad Lisztes! Fischer, az mi passz volt-e? Ripié megint Davies keresi. Anthony sarokkal teszi le. Kis Lisztes! Mellé. A 7. perc, 3 gólos az előny, de ahogy nézem, a csapat nagyon szeretné visszakapni a Mercedes kulcsokat. Bukta Csabi! Bukta Csabi indul meg, csak szabálytalanul tudják, de nem kapjuk meg az előnyszabályt, mert nem tudom, hogy mit jelent a játéknál az előnyszabály. Jéz, az kicsit gond. Az első hazai helyzet jöhet, Patterson be középre, lövő táv, Patino, Totino, Motino, gyönyörű a blokk, el kéne venni a labdát, meg is van. Kopter. Anthony, egyedül. Nyomod. Sokan voltak. Phillips, megvan a labda. Lisztes, nagyon okosan emeli ki Lisztes. Odaérnek a védők. Patino. Nagy labda, Maguire. Labda. Láttuk? Láttad, hogy labda? Mindenki látta. Mindenki látta, labda volt. Az én kapitányom sose szak... Nézzük vissza, hogy eloszlassuk a két... Var! Varozzuk meg! Ott jön, ott! Láttad, hogy a labda... Egyértelmű. Chat, labda volt? Igen vagy ne? Labda volt, nem? Ember hátrányban a Nessai FC a 76. percben. Szabadrugás, stadion buki. Labda volt, na ugye. Gatti. Nem baj, egy középső védővel meg lehet oldani. Mondjuk, ha engedi, hogy agyonrúgják a játékosaimat, az úgy problémásabb. Na, nyugi. 3 gólos az előny. És ott a labdaszerzés, Lisztes. És aj, az egy passz hiányzott, és egy az egybe vihettük Vaughn. Ott a labdaszerzés, nyom! Mi? Mit fújsz? Bolond, bazd meg, bolondba van a Spori teljesen. Teljesen bolondba van a játékvezető. Naplopó. Enyém. Hazudik. Nézd meg, hivatalos játékvezető, és nem szégyelli, hogy ennyit hazudik. 83. perc.
Gyönyörűen levédekeztük, Gatti gyönyörűen zárta a sávot. Újabb csere, Ampadu is jön Calvin Phillips helyére. 6 perc. Kicsibe a Szögi. Patterson hátra lövésre. Jó a visszatett labda, Onana! Éles, éles a fiú. Ampadu frissen érkezett. Most mosta meg a haját is. Igatta hozza ki. Bukta Csabi. Bukta Csabi. És mit csinál Alfonso Davies? Hát nem tudja lekezelni a labdát, de amúgy mit sprintel? 89. perc. Kicsit fáradtak a játékosok. Ebből gond lehet. Gyönyörű a blokk. Öcsém, hát mit küzdenek a fiúk? Nincs hangotok. Húzzák az időt a sarokba, nem akarnak többet kapni, nézd meg. 94. perc, az utolsó lehetőségek, még egy Swansea bedobás. Nagyba, Gatti, ott a tisztázás. Ferguson, Listes, vége. 0-3. Ember hátrányban a végére, sima továbbjutás a kupából. Így is kell. Babatundénak azért a nagy lektorálásai megtették a hatásukat. Gyönyörű munka. Jó. Közben Liverpool United 1-0. Várható volt. Na. Menetelünk tovább, gyerekek, erről van szó. Kupa letudva. Mindenkinek rossz a tréningplenje. Jeremy Béla, zseni vagy, ne aggódjál, kicsit elfáradtál. Nem tudom, mit nézek meg a havazással kapcsolatban a beállításokba, srácok, de megnézem. De nem mondtátok, hogy mit kell beállítani. Az, hogy nézegessem, attól nem lesz jobb, hogy nézegetem, de nézegetni nézegethetjük. Match conditionsben. Köszönöm. Azt mondja, hogy setting. Jó. Setting. Match. PRB difficulty. Attribute. Difficulty. Kamera, visual, nyom, gameplay, passing. Én nem látok ilyen dolgot, de... Meccs előtt kell beállítani. Jó, van. Akkor meccs előtt. Nem kezdem el az Ultimate Team-et? Az Ultimate Team-et, ami idén rosszabb, mint valaha volt a játék történetében? Hát most, hogy így kérdezen... Nem. Na! Sokadrangú bajnoki a Sheffield United ellen. Pinyő time. Azt mondja, Cos tu mise, game settings. Vagy nem itt? No. Nem itt. Cos change kit call lock to player. Tactical. Hol? Hol mondjátok, hogy hol? Ha mondjad, mondod. Andi. Gameplay. No gameplay, ez itt ilyen beállítások. Igen. Switching. I don't know. Game settings, match, weather. Azt mondja, game settings. Tehát ilyenkor kell azt csinálni, srácok, hogyha internetes tartalomgyártók vagytok, hogy követni az utasításokat. Tehát game settings. Igen. Game settings. Game settings. Tehát game settings. Menj meccsre. Aha. Na, customize game settings. Na, haladunk. Igen. Igen. Match weather. Na, így már működik. Álmodj egy match condition, custom, weather,
No weather. Ahol a hó. Rain van. Rain van csak. Azt hazudja. Lehet, hogy a mi stadioniunkban nem tud havazni. A stadiontól függ. Lehet. Ha nem minden stadionban van. It's raining, man! Akkor mindegy. Merre most vissza kell állítani randomra. Random. Oké. Okay. Nézd meg, annyira az a baj, hogy olyan meleg égövi övezetben van a Mamatunde Park, hogy ott nem lehet. Meg hát be van fűtve, hát nyilván be van szerelve, meg hát dzsungel mellett nem havazik, tudjátok, hogy megy ez. Na, kicsit bele kell nyúlni a csapatba, mert itt vannak eltiltási problémáink, meg hasonlók. Gatto. Philips. Antony. Gyere, Traoré, gyere rám. Úgy. Na, nyomott pinyő. Kiszon Ribeszkó, halljátok, hogy ott már megy a hangolódás. Na, gyerünk. Nézzük, pinyő mit hoz ki. Hazai pálya, Sheffield United. Csak a helyzet, csak a gól. Szabadrugás az 5. percben. Alfonso Davies. Formáját visszanyerő Alfonso Davies a labda mögött. Kis beadás, jó beadás. Durran a hosszúra. Amúgy Joel Linton, ha azt vissza tudja fejelni. Formáció lett volna, de hát ugye a nagyanyámnak... Igen. 14. perc, egy vendégtámadás, jön a Sheffield United. Vini Souza. Szépen passzolja tovább. Nyomod, figyelsz, Davies. Welbeck, nagy player, Upamecano veszi el. Indulhat a kontratámadás. Sittes tünde, Traoré, Morata. Ki a szélre, Davies, nyomod, jössz fölfele. Támad a csapat, Davies. Kancsalkacsa, Joel Linton, Morata. Nem tudott lefordulni sajnos. Ellentámadás, 17. perc, egyelőre eseményekbe gazdag a mérkőzés, Sittes tünde pedig Traoré, izmai kiduzzadó, tüzzadó, duzzadó, Sveti! Arra akartam utalni, hogy észrevette a bicepszét. Adama Traoré kancsalkacsának teszi le a kihagyhatatlant. Highlights-nál muszáj belőni a Svetiket, mert ki tudja, hogy hány helyzetet kapunk. 1-0 az első félidőben. Bekente magát babaolajjal, és így nem tudták fogni a védők. Beadás közben rossz. Már a második félidőben járunk, 52. perc, egy hosszú keresztlabda. Érkezik jobbról balra, ha minden igaz. És mekkora észrevétel, Kvaradónalja! Hogy fejelték le? Hogy fejeled le Álvaro bebaszkodó Moratát? Na mindegy. Ha ezt fölé rúgta volna Kancsalkacsa, akkor vége a karriernek. 54. perc kontra támadás, Joel Linton. Hát amúgy jó indítás volt, csak picit hosszú. 65. perc, 1-0, kemény kígyó Sámán beosztottjai kőkeményen dobolnak, ez megint egy nagy átadás, le kell tenni, oly, le kellett volna kezelni, csak az a baj, olyan szép, amikor ívelésből visszafejelett középre, eladom a lelkemet a szépségén. Na, egy Sheffield helyzet észnél kéne lenni, mert igen, tehát ezt kértem, hogy legyünk észnél, Onana, jól van, nyomod. És vége. Ott van, megvan az egy gólos highlights win, 3 pont, gyönyör. Mi az a trofi? Golden Generation, mi ez a trofi? Kaptam egy trófeát, azt mire kaptam? Életemben nem kaptam még FIFA trófeát. Mondjuk ezt rólam árulkodik. Golden Generation, azt mondja. Jó van, ne hisztízzetek már. Jó, és ott van a top 4, nézd meg! Ott van a top 4! Gyönyörű.
Olga, Schmidt Gábor már gitáros lány, nevem senki, Sanyi Karcsi, Dorki, Zsoltika, Dani, Vilek, X-Ray, Hájas Murka. Nagyon köszi, srácok, mindenkinek a támogatásokat. Na! 23 pontos a United. Aha, a kiemelkedő 15. Gyönyörű! Ez lesz a záró rangadó, srácok, akkor az év utolsó Babatunde Ndidi mérkőzésén Nessai FC Manchester United találkozót rendeznek. Nagyot megy. Nagyot megy. Igen. És nézd meg, leigazolták Varga Krisztiánt a United-esek az ifingből. Na, ezt fogjuk megbosszulni. Hát a Varga Krisztián pont. Hát legjobb volt a Varga Krisztián. És nézd meg, elhappolták. Ott írja. A Varga Krisztiánt ellopták az ifingből a United-esek. Na jó. Hát ha valamit nem tűrök, az az, hogyha a Nessai FC feltörekvő tehetségeit elvisszük ilyen süllyesztő csapatokba. Ezt nem. Ezt nem. Hazai pályán Mamatunde Park. Gyertek hazai mezbe. Gyertek. Gyertek rám vörösbe. Itt most kőkemény bosszú következik. Ott az első csapat. Mindenki egészséges. Felkészült. Fit. Úgyhogy más megoldás nem lehet. Ki az anyám hívogat, és miért? Nem, nem kell semmi. Nem veszek semmit. Bocsánat. Mehet. Kőkemény készülődés, hölgyeim és uraim, már az öltöző folyosokba tapintani lehet a feszültséget. Természetesen telt ház a Mamatunde Parkban. Ezt az alázást látni akarja mindenkinek. Mindenki, mindenkinek. Semmi gond. Bruno Fernandes is ott van. És vajon kezet fog Mamatunde és Erik ten Hag? Gulácsi versus Onana, Nessai FC versus United és Varga Krisztián. Gyerünk, srácok, nyomod! Most kell megmutatni a hazai szurkolóknak, hányadán állunk. Joelinton, Eberechi Eze, rá is ráférne egy jó mérkőzés. Morata, jól tálal ki a szélre, Kancsalkacsa egy cselbe felé. Kancsalkacsa hátra, Morata lő! Júj! A felső kapufáról! A Gula azért csak imádkozott, lest jelez közben a partjelző. Megvan az első helyzet. Lindelöf, micsoda csel volt Lindelöftől, láttátok? Ilyet tud a valóságba is. Amrabat, ilyet is, ő is a valóságról mintázták, jó passz volt. Morata, Morata, mit csinál a védőkkel, Morata? Hát gyerekek, átjáróház a United védelem. Ilyen élethű szimulációt ritkán látni. Ezéhez vissza a labda, jó a lövés. Kicsit laposan Bruno Fernandes indulhat el. Wilson, micsoda igazolás ott elől csatárba. Martinez, Dalo. Jó a passz. Jó a passz, és Berardi az Anthony helyére is messzámával érkező. Berardi teszi be középre. Onana. Onana is bizonyítani akar volt klubja ellen, illetve a kis kopter is. A kis kopter is motivált. Morata, bele Licsába, Trippier, ezéhez jön Morata, gyönyörű játék. Morata még mindig, Morata be középre. Kifejelt labda, Bruno Fernandes tisztázna, Philips, Anthony. Anthony keresi az embert, tovább fejelt labda, ez egy gyönyörűen, gól! Eberechi Eze! Hát csak ki kell mondanom, hogy kitől várjuk a jó teljesítmény, és megtörténik! Ez a Nessai FC Jézuskája mindenkinek! Gyönyörűen a balos durran a hosszúba! Szegény Gula megkapta Onana messzámát és az azzal járó terheket. Megszerzi a vezetést a hazai csapat a 15. percben Eberechi Eze! Második gólja a 15. mérkőzésén. Absolute Madlands. És rosszul tolja meg Fernandes. Lehet menni. Eze.
Gyönyörű, Morata fejeli ki. A feljátékunk nagyon jó, ügyesen verjük meg, és készítjük le a labdákat a United védők gyűrűjében. Berardi középre. Fernandes. Kicsit el van veszve. Amrabat, ő eddig sokat segített nekünk, most is adott egy labdát. Maradona emberbe. Maradona, át kéne tegyük a túloldalra. Szép meglátás. Tapsot is kapunk a Mama Tunde Park közönségétől. Anthony. Anthony megy, segít neki. Az csak centiken múlott az a les egyébként, én láttam. Show. Luke Show. Lindelöf. Luke Show. De középre. McTominay, ú, micsoda playerek te, hogy az Isten áldjon meg, hogy mit keres még mindig itt a McTominay. Na mindegy, arra jó, hogy gólokat lőjön, ha már csatárok nem tudnak. Szép indítás. Antonihoz ki a szél, Anthony egy cselbe felé. Jézus úristen, mit lőtt a gyerek! Az beakadhatott volna, gyönyörűen tette át Anthony a bal lábára. És nagyon közel járt. Marad az 1-0, de benne van a levegőben a sok gólos végeredmény. Kérdés, hogy be tudjuk-e váltani ezt a számlát, amit kiállítottunk itt a mutatott helyzetekkel. Martinez, McTominay, Lindelöf, azt meg kell szerezni, Upamecano. Elveszíti az 1-1-et, Amrabat, Fernandes. Hát nem tudnak jönni a térfélen gyakorlatilag a United játékosai, és ott a labdaszerzés. Dalot aztán visszaküzdi magát, és eladja. Philips, Anthony, ott van üresen Eze, tovább tudja tenni. Morata lőhet, Gulácsi! Beszorul a United. Azért egy ekkora stadionban, mint a Mama Tunde Park, nem csoda, hogy kénytelenek alárendelt szerepet játszani idegenbe. Calvin Phillips, Morata kérné. Morata kapja meg. Morata egy csellel. Morata nagyon okosan! Nagyon higgasztan elfekteti a védőjét. És ott a második gól a 34. percben. Álvaro Morata nagyon higgadtan. Gyönyörű a labda. Lisandro Martinez elcsúszik. Lindelő felmegy. És belsővel elhelyezi a kapus mellett. 0-2. Gyönyörű. Megyünk tovább, ha egyszer egy üzlet beindul. A labda, labda, labda. Nem már, nézzük vissza. Ugye most azért nem minden becsúszás szabálytalan, ember. Most az, hogy hátulról volt páros lábbal, azért még kell sárgát adni. Amrabat, rossz a passz. Amrabatnak egy jó passza nem volt, tehát egy gyönyörű. Gyönyörű a labdaszerzés is. Tovább lehet tenni Eze a labdával. Ezét rángatják, Eze befordul, Eze lőhet. Még a végén öngolt is összehoznak, ha így folytatják. McTominay, nagy spíler. Nézd meg, McTominay a sprinttel. Beindul a kicsiskót. Rashford, ő is pályán van, eddig nem láttuk. Rashford, hát Maguire ellen te, hogy? Hát lehet, ujjaj, az gond. Onana, nyugi, nyugi, nyugi. Ott van Onana. Ha esetleg így eljutnak lövésig, ott van Onana. Berardi, Anthony veszi el tőle, Anthony. Nyomott kopter. Ott a passz. Hát védelem az haló. Volt nincs. Csak visszaértek. Só. Micsoda szóló ránokat nyomnak itt a United játékosok. McTominay, Só. Szép a passz, Rashford kérné. McTominay. Gyönyörűen addig várt, amíg odaértünk. Joelinton. Fél idő. Jó lesz az. Még azért lőni kell. 2-0-ról jön a második 45 perc. Nessai FC United. Fernandes. Berardi. Davis. Gyönyörű szerelés. Lehet menni. Nem sikerült nagyon sokáig menni. Megint Berardi. Davis megy vissza, és gyönyörű. Dalot. Berardi. Vissza a feladóhoz. Davis. Mekkora becsúszás. Öcsém. Gyönyörű. Futballkönyvbe illó a védekezésünk. Amrabat.
Ott egy jó passza, McTominay, Fernandes, Amrabat, Berardi. Labda, labda. Nem. Most patkánykodsz kicsit. 11-es mi? Jó, együttem. Gyerünk Onana. Gyerünk Varga Krisztiánért, Onana, gyerünk. A Varga Krityóért. Gyerünk Onana, a Krityáért. Szedd ki. 2-1. Visszajöhet-e a United a meccsbe Bruno Fernandes 11-esével? Szépítenek a vendégek. Már is csak egy gólos az előnyünk. Rashford, Berardi. Ki a szélre? Dalot nyújtja meg. Erőre kapnak a vendégek. Jó a beadás. Trippier fejeli ki. Eze. Megveri az emberét Eberechi Eze, és el tud indulni. Hát nem lehet, nincs vele bírás. Eberechi Eze. Eze helyzetben. Gól. 3-1. Gyönyörű. Ha pedig valakit érdekel, Paqueta a 21. percben gólt szerzett a West Hambe. Ezt egyezzétek meg, mert ha esetleg elfelejtenétek, ez ott van kinn a jobb felső sarokban 20 perccel. Eberechi Eze a második gólját lövi közben. 3-1. Absolute Madlands. Na nyomod, nincs vége gyerekek. Babatunde nem nyugszik, hát ismeritek, és Eze megszerzi a labdát, és micsoda csel! Eberechi Eze! Eze még mindig önzetlen akart lenni, lepasszolta, ott van a bogyó. Nincs elveszett labda. Joelinton. Eze, kicsit lepattant a fiú, Joelinton visszaszerzi neki. Eze tovább, Calvin Phillips, mit csinálsz, tesó? Mit csinál Calvin Phillips? Ott a negyedik! Calvin Phillips! Hát nem tőle vártunk ilyen technikás labdavezetést négy védő között, de megoldotta. Oktatása a Matunde Parkban, és Morata hálálja meg a közös. Nézd meg! Hopp, ott még a háta mögött, hogy áthúzta a labdát? És okosan elfekteti. Gulácsi hóna alatt ott a negyedik. Mit megyünk? Zseni. Na jöhet egy hármas csere, mert van, aki még szeretne feliratkozni a góllövő listára. Úgyhogy Babatunde Ndidi frissíti a támadó triót, jön Ferguson, Bukta Csabi és Jeremy Béla. Lássuk, mit tesz ott elől ez a frissítés a támadó játékunkkal. Van-e még gól ebben a mérkőzésben? És ha igen, melyik oldalon? Amrabat. Hátra Martínez, ez Ferguson labda, húristen, United labdavesztés. Ferguson, ott van a lekváros kenyér. Ott van a lekváros kenyér, mindent megkap. Kialudta magát ügyesen. Ez egy mancsőrjárat epizód lesz a meccs után. Ez bizony egy mancsőrjárat epizód lesz. Megnézheti, ahogy a Rubble beleesik a süteménybe. Higgadtan, átgondoltan, gyönyörűen Evan Ferguson is feliratkozik a góllövő listára. 5-1. Megvan a gála, amit megérdemeltem megkap, aki végignézi ezt a 2,5 órás Babatunde epizódot. Fernandes. Rashford, tényleg még ő is a pályán van. Pont annyit csinál, mint ebbe a szezonban egyébként a Unitedben. És még van hátra 20 perc a mérkőzésből. United cserék is közben. Mi pedig hozzuk ki a labdát. Bukta Csabi, na hát még tőle azért ebbe a szezonban várjuk az áttörést. De Csabeszko elindul! Jön a beadás közép! Re... Jó van, a sprint az szép volt, nem? Most mit vagytok úgy oda? Gót. Amrabat. Daló. Gyönyörű Jeremy Béla labdaszerzése is bent tudja tartani. Gyerünk Béluskám! Ferguson kérné középen. Nem jut el hozzá, visszapattan. Sarokkal gálázik. Gulácsi, 76. perc. Rashfordot keresi a szélen. Rashford, gyönyörű a labdaátvétel. Bukta Csabi köszöni szépen. Hoppá, Rashford visszatámad.
Marcus Rashford védekezik, jegyezzük meg. Rashford a bogyóval, Rashford befelé, ilyenkor szokta belevezetni a védőkbe. De inkább eladja Onana. Már indítja az ellenakciót Evan Ferguson. Ferguson tartja a labdát, Bukta Csabit várja a szélen, kiváló az összjáték. Csabeszkó megérkezik, Bukta Csabi. Bukta Csabi elindul befelé. Csabi nyomod, Csabi csel! Csabi csel, csöcsbimbó, csavarás, csoldog csarácsonyt. Sok volt picit, opá, Berardi, kontralehetőség a Unitednél. Kontralehetőség a Unitednél, Onana! Hát őt is meg kell ünnepelni ezen a meccsen, persze. Csabi, Ferguson, kéri vissza Csabi, és ki be, ott! Nem beszél. Ott van a gólja! 6-1! Bukta Csabi is beköszön! Már megy is a Mercedes kölcsönző felé ünnepeltetni magát. Bukta Csabinho! Szólóba meghúkodja a szélén. És ő is ügyesen gula fölött elfekteti. Vagy hát gulát elfekteti és átpöccinti fölötte. 6-1! Bukukó, micsoda játékosaik vannak a Unitednek. Hát kár, hogy a mutatott játék nem olyan. Viszont a betett labda kiváló, Berardi, Mukuko, Onana, és a tisztázás. Nem lehet ma. Nem lehet ma csak a Kamu 11-esből. Só. Eze támadja. Nem tudják kihozni a labdát, érted? Mit megyünk? Fernandes. Mélységi passz, Berardi. Fernandes, Só. Vissza hátra, eljut Casemirohoz. A sok passza Unitednél, ez a Mukuko gyerek még bizonyítania. Az amúgy az én gólom, mert megvajöröm megpattant. Megsajnálta a kapitány a klubját. Megsajnálta őket, nézzük vissza. Kellett ez a kegyelem kettes, nézd meg. Ott jön a kapitány, belép elé, és a térdéről, hát... Megadta. Hát érted, egy gála meccs van. Hát bele kell férjen egy ilyen barátságos összecsapásba, kell ez. Lássák a gesztust. Onnan át hős csinálunk belőle. És vége a meccsnek. 6-2. Ünnepel az egész Mavatunde Park, nem hiszik el, fogják a fejüket a szurkolók. Visszatért a csapat, így kell zárni egy évet. 6-2-es kiütés, Eberecsi ezek két gólos, de Bukta Csabi, Morata, Ferguson, mindenki beköszönt, akinek illet. Egy felkészülési meccsnek jó volt. Nessa FC, United. 6-2 a Mamatunde Parkban. Just a moment of your time. Ali, Ali, visszatér Nessa FC. Ali, Ali, itt mi nagyot megyünk ám. Elnézés, kérdés nem? Nem kérdez? Maradj se. Csücsüke, kedveske, csituka, jó. Na, így elmond. Először is szeretne megköszönni minden Nessa FC szurkoló. Egész éves kitartás, szurkolás, lájkolás és kommentelés. Köszönt szép. Őszintén mond, köszönöm szép, nagyon kellett nekem és csapat. Lenni sok, hogyan mond? Hogy mond szépen szopás? Hullámvölgy, lenni sok hullámvölgy idén csapat. Ezért adni fa alá szurkolóknak 6-2. Adni két ajándék gól United, adni szurkolóink 6 gól, 5+1. Mert gondolni Babatunde, mi lehet jobb, mint 5 gól, és rájönni 6. Ezért adni 6. Úgyhogy csapat készen áll.
2024 esztendő, szeretne címek, kupák, bajnokok ligája nyer, szurkolóknak tudni fotózkodni Instagram kupa. Úgyhogy megígér, Babatunde, Ndidi, én magam, megígér szurkolók, jövőre lenni kupa, összehoz kupa, szurkolók. Ezért köszönet támogatás, és kívánni mindenkinek kellemes, boldog karácsony, kívánni mindenkinek boldog új esztendő, kellemes ünnepek. 5-0, kellemes ünnepek, kellemes ünnepek. Köszön szép, kellemes ünnepek. Hát nagyon, nagyon köszönjük Babatunde Ndidinek ezt az évzáró nyilatkozatot, ezt a búcsút, ezt a hálát, amit mutat a magyar drukkerek felé. Igaza van, voltak itt jobb és gyengébb mérkőzések, de azért mégiscsak magasan kell zárni az évet. Köszönjük, Ndidi, bölcsességed legyen velünk itt az ünnepek alatt is. És hát, srácok, én is köszönöm szépen mindenkinek az egész éves figyelmet, így a FIFA, IEFC tartalmak kapcsán az egész 2023-as évben. Jövőre folytatjuk tovább, hogy egyébként meddig fogjuk folytatni ezt így ebben a formában, az egy jó kérdés. Nyilvánvalóan, természetesen én is érzem, hogy azért kezdünk már így, nem is tudom, hanyadik Ndidis évünket csináljuk, harmadik, negyediket, azért nehéz már megújulni ebben. Kérdés majd, hogy hogyan tudjuk ezt átformálni, kicsit felfrissíteni. Gondolkozok rajta, hogy legyen egy év, amikor kipróbáljuk az összes sportjátékot, és akkor legyen-e az a vicc, hogy egy évig Ndidi mindenféle sportot kipróbál, vagy maradjunk az IEFC-nél, vagy próbáljunk meg a Football Managerből kihozni egy olyan gameplayt, ami sokaknak emészthető, de nyilvánvalóan egy Football Manager sokkal kevésbé szórakoztató, mint egy FIFA, amit ismer mindenki, úgyhogy én is gondolkozom sok mindenen. Egy dolog biztos, hogy Ultimate Team nem lesz, mert annak nincs értelme, igen, tehát az biztos, ebbe meg lehet nyugodni, de meglátjuk majd, hogy hova visz minket a 2024-es év, így a Nessai FC tartalmak kapcsán. Még én sem tudom, de majd lehet, hogy próbálkozunk, aztán meglátjuk, aztán végül úgy is vissza fogunk térni, ha esetleg egyszer abban marad a FIFA, tehát hogy folytatjuk januárban, de ha egyszer úgy döntök, hogy most legyen kicsit IFC helyett más, mert elfárad, akkor lehet, hogy majd így próbálkozunk egy kicsit, aztán visszatérünk, nem tudom. De így gondoltam, ha már itt vagyunk, akkor így megosztom hangosan veletek a gondolataimat. Egy biztos, hogy a karakter Babatunde Ndidi mindannyiunk kedvence, az maradni fog, mert azt gondolom, hogy egy eléggé unikális, egyedi, meg szívünkhöz közel álló dolog lett így ő belőle, meg az ő általa képviselt értékekből és nem értékekből és humorból. Úgyhogy srácok, lányok, pingvinek, apacs helikopterek, szoponcok, szektások és minden egyéb, aminek hívtak titeket, meg hívjátok magatokat. Köszönöm szépen így a Nessai FC tartalmakkal a 2023-as velemtartást. Jó Premier League nézést, mert hogy ugye angol meccsek azok mindig vannak itt, karácsonykor, meg szilveszterkor, úgyhogy azokat kövessétek. Negyedik helyen 48 ponttal zárjuk az évet. A Nessai FC folytatja innen pályafutását. Köszönöm a figyelmet. Srácok! Találkozunk jövőre is. Szevasztok!